Yep, ez én vagyok, és biztos azon gondolkoztak, hogy kerültem ebbe a helyzetbe. Történtek dolgok, oké? És ezek a dolgok vezettek ehhez a csatához, és ezekről a dolgokról ti lemaradtatok. Ami történt, arról egy kicsit később beszélek, röviden annyi, hogy felvettem egy részt, viszont nem figyeltem arra, hogy nincsen elég tárhely a HDD-n, úgyhogy egész egyszerűen nem vette föl a részt. Úgyhogy van, a ez igazából a 20. rész, 19. rész pedig nem kerül ki soha. Amit most ehhez kifejezetten tudnotok kell, az az, hogy a tengeren találtam egy kincset, és voltak mellette zombi pirate-ek is. Úgyhogy most megpróbáljuk őket megverni, ami miatt kicsit aggódok, és majd utána beszélünk arról, hogy mi történt ebben az el nem készült, vagyis ki nem adott részben. Igazából nem készült el. Semmi egetverően fontos, de majd, hogyha lesz nagy térkép, akkor megnézzük. Most viszont akkor csata a zombi pirate halott ember mindenkivel is. Egy ehhez hasonló csatát már egyszer lejátszottam, nemrég. Csak nem ebben a végjátszásban, hanem a törpökkel, és ott is voltak ezek a lények. Uda jól néznek ki ezek a cuccok, akármik is ezek. Szóval ezek, ami szintén ez az uda jól néz ki. Ez a Winds of Magic, ez legyen, gamble-öljük meg. Hát ha most jobbat kapunk. Oké. Kezdhetjük a deploymentet, tehát ezek, ezek annyira királyok, ezek a rák cuccok, ezek a rák népség, és ott van rajtuk a hátukon ülnek az emberek. Elképesztő. Egyszerűen félelmetes, hogy mik vannak ebben a játékban, na mindegy. Szóval vannak itt mortárok, aminek annyira nem örülök, de szerintem itt senki nem örül neki. És elég sokan vannak. Én azért szerettem volna, hogy kicsit ennél kevesebben legyenek. Nagyon sok a távolságjuk, úgyhogy ez gondot jelenthet majd. Most egyenlőre maradjunk annyiban, hogy ugye ezeket bárhol lerakhatnám a térképen, és mégsem fogom bárhol lerakni őket. Vagyis valószínűleg igen. Kicsit előrébb hozom, és majd visszavonjuk őket, hogyha közel ér az ellenség. A Mazdamundi bejön a csata sűrűjébe, a Kroxigorokkal valószínűleg flankelni fogunk. Hú, ti is távolságok vagytok, jó? Akkor ti jöttök ide. Ti a Kroxigorokkal flankelünk. Meg majd így gyors reagálású hatásként fognak működni. Szóval a Kroxigorok jöhetnek ide. És ha még ez nem lenne elég, akkor az a baj, elmondom mi a baj. Egyrészt nagyon kevés a távolsági egységünk, másrészt pedig, és ez tényleg nagyobb gond, hogy nincsenek itt lovasságok. Mazdamundinak eléggé basic hadserege van, amiért nagyon sok mindenkit hibáztathatnék, de sajnos ez az én hibám. Ezek a Soros Warrior-ok lehet, hogy nem itt vannak a legjobb helyen. Főleg, hogy itt van egy sokkal jobb Soros Warrior egység. Hát nem sokkal, de kicsit jobb. Így. És ez is nagyon rossz helyen van ez a rom. Úgyhogy majd ezzel nem tudom, valamit kezdünk. Mondjuk ti oldalról jöttök majd. Ez így mennyire tartható. Ti pedig ilyen utánpótlásként szolgálhatnak ez is, meg ez is. Nem tudom. Igazából az lenne a legjobb, hogyha így ki tudnánk támadni. Mert hogy látjátok? Ezek mind távolsági egységek. Akinek van a másik, a sárga vonala, az mind távolsági egység. És ez ennek megfelelően is küzd. Úgyhogy lesznek gondok, csak ezt akarom mondani ezzel kapcsolatban. De hát legalább belekezdhetünk egy igazán nagy összecsapásba. Meddig tartanak itt a vonalak? Ó, nem túl hosszúak a vonalak, legalább. Az a baj, akkor nem tudom, hogy kik a védekezők és kik a támadók. És azt sem tudom, hogy kit lőnek jelenleg. A mortárok. Ugye kiderül. Ah, őket. Oké. Most megcsinálhatjuk azt, és talán ez lenne logikus, hogy előre, vagy megindulunk előre. Hiszen úgy tűnik, hogy ők nem nagyon akarnak kitámadni, és tényleg nem tudom, hogy kik a védekezők és kik a támadók. Tehát elképzelhető, hogy nekünk kell támadni. Ebben az esetben pedig akkor támadunk. Tudunk-e rendesen frontvonalban támadni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab egységünk van, ami frontvonalban tud támadni, és nekik van 1, 2, 3, 4, 5, hát igen, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tehát igazából simán körbe tudnak venni minket, de talán most az lenne a cél, hogy kicsit mozogjunk közelebb. How about that? Ide tudunk jönni vajon? Ez tökre lelassítja őket, igaz?
Well. Ők mennek középen. Őket kis előre küldöm majd kicsit, de ő inkább szélen támadjon. Ő is szélen indulj. Nem. Nem, nem. Ezen a szélen. Ti is ezen a szélen jöttök, és ti is ezen a szélen jöttök. Krokszigorokat megküldjük erről. Mindenkinek világos? Jó, nagyszerű. Ti is menjetek előre. Esetleg ti bemehettek így a zónába, ahol már lövik őket. A Depth Guardokat elkezdhetjük sorozni, amennyire ez így lehetőségekhez mérten. És hát remélhetőleg ez így ki fogja adni. Ha megyünk, akkor ráadásul annyira nem is könnyen találnak el, tehát már csak ezért sem hülyeség feltétlenül, hogy folyamatosan mozgásban legyünk. Mármint a mortárok nem találnak-e könnyen. Mindenki másnak tiszta préde vagyunk. Az a jó, hogy ezek nagyjából szerintem fognak tudni lőni, mielőtt őket elkezdik tudni lőni. Vagy lehet, ki tudja. De, jó lesz. Krokszigorokkal meg tudom-e itt flankelni őket? Berserk Arx Infantry... Ja, meg tudom. Próbálkozom, hogy Krokszigor flankel. Nem, tudod mit? Először a Krokszigorok megállnak ide. Ők lőnek. És akkor most kb. Mehet a skirmish. Te gyere be a csata sűrűjébe, igazából csak ennyi a dolgod. És ti pedig gyertek előre. Your lord is under attack. Thank you. So far so good. Ugye innen szintén támadunk. Igazából most bekényszerítjük őket egy ilyen teknőbe, ami nekünk akár jó is lehet. To be honest. Krokszigorokkal megvédjük ezeket. Remélhetőleg. Kicsit hátrább mozgunk. Unhidden foes. Legjobb. Vagyis hidden foes. Ugye őt öljük közben. Mazda. Nyomjunk el varázslatot. Ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Egyelőre ennyi. Ups, ezt nem rájuk akartam. Na mindegy. It's fine. Ugye ti ott lőttök? Őket kéne lőni inkább. Ti is lőttök, mindenki harcol. Nagyon jó. Mazda, csináljunk egy olyat, hogy immobilizáljuk őket. Cool. Kukukú, ez jó volt. És akkor most pedig ide egy kis hitpoint regen. Őt kéne lőni. Ezt a meniszt, mert ez eléggé para egyébként. Itt szintén őre kéne fókuszálni. Itt túl sokan harcolnak őszintén szólva. Örülnék, hogy az éket ki tudnánk vonni. És el tudnánk küldeni ide. Jó, a krokszigorok úgy látom végeztek, és úgy érezték, hogy nem kell tovább támadniuk. Which is fine. But not really. Jó. Ti lőjetek ide. Itt megy az elképesztő pusztítás. Azért... Tehát Mazda Mondinak lesz pihenő nap ezután, úgy érzem. Miért nem indultatok el, srácok? Hát megkértek titeket, hogy öljétek meg őket. Elfogyott itt az ammó, ami igazából nem olyan rossz hír, hiszen így bele tudom vetni magam a csata sűrűjébe, úgymond. Jó, Mazda, tudsz valami varázslatot nyomni? Ó, hát egy millió varázslatot tud nyomni. Mondjuk rájuk egy immobile. Meg így. Ide ilyesmik. És regen. Krokszigoroknak ki kéne adni, hogy üldözzék el őket. Nem igaz, hogy ez állandóan visszamegy? Miért mész mindig vissza, bro? Azt öljed már megfelé! Hát de komolyan! Nem azt mondom, hogy nyerünk egyenlőre.
De nem állunk annyira rosszul. Még mindig mész, remélem. Ne állj le! Ez az. Na végre! Harmadszorra végre engage-elte őket. Hát hihetetlen. Mire gondolnak? Hoppa, azt fel fogja adni. Igen, ott vannak gondok. Ezt aláírom. It's fine. Itt nem sokára nyerünk. Itt azt hiszem nem fogyott még el. Itt viszont nem annyira nyerünk. Egyenlőre. Pont rosszul lőttem el. Na mindegy. Jó, ez összeszedi magát szerencsére. A krokszigorokat ki kéne onnan menteni. Ne a hősnek menjenek neki. Ne. Jó, a hős visszavonul. Az jó. Because that's what heroes do! És akkor most a krokszigorokkal tudok egy olyat csinálni, hogy így rátámadni a... mortárokra. Remélhetőleg ez működni fog. Ti végeztetek, igaz? Jó, akkor viszont indítsátok az ösztüzet. Elesett az egyik olyan szörnylény. Te nem harcolsz, de miért is nem? Ha szabad megkérdeznem? Hitpoint. Kaptok ide hitpoint replenishmentet. A cannot move-ot rányomjuk. Hát igazából bárkire rányomhatjuk, nyomjuk rá rájuk. És ez pedig a erősítés, ez pedig ide önmagunkra. Ugye ti harcoltok? Kedves lizárdmenek. Most nem úgy tűnik. Hogy nem pusztultak még el? Tudom, hogy nagyon nehéz a zombi pályitek ellen küzdeni, és pont ezért nagyon nehéz ellenük küzdeni. Mert az Istennek s akarnak meghalni. Meg visszavonulni. Ez a két dolog, amit nem nagyon szeretnek csinálni ők. Hogyha nem muszáj meghalni és visszavonulni. Itt megint menekülnek az egységeink, de vezetjük a csatát. Az kéne, hogy itt nyerjünk, legyőzzük végre ezt a rohadékot. Nagyon kemény ütközet, jó ég. És hogyha ez megvan, ha őt legyőztük, akkor igazából megnyertük az összecsapást. A krokszigorok pusztítanak. Kiváló. Mazdának nincsen most erre varázslata, ilyen pusztítási rendes varázslata. Nincs, de ripen is elhetje a hitpointokat. Ami azért jó, hogy talán a krokszigorok nem fognak megpusztulni. Talán. Ti végeztetek? Nagyszerű. Ó, és a krokszigorok megölték az ellenséget. Noise, és ezzel győztünk. Jó. Megvan a csata. Nem volt egyszerű, de megvan. Most a kérdés az, hogy ezzel mit nyertünk, mert az biztos, hogy elvesztettük a seregünk felét. És 2200 arany, csak a lootból. Oké, no bad. Mazdamudi szintet lépett. Szintén nem rossz. A jó hír az, hogy nem vesztettünk actual egységet, tehát ez mind-mind replenishelni tud. Illetve, még hogyha esetleg ezt választom, akkor 1440 aranyat még kapok pluszban. Ami nem lenne rossz, hiszen most elég rosszul áll a gazdaságunk. És kicsit helyre tudnánk fele tenni. Úgyhogy ezt kérem. Na és akkor elfoglaltuk, és megkaptuk a Hidden Pirate Cove-ot. 20 000 arany, te jó ég! Wow! Oké, ezt nem láttam jönni. Kaptam egy Glittering Scales armort, ha jól látom. Ami passzívbeti Glittering Scales plusz minusz 5 melee attack az ellenségre. Igen. Wow! 25 000 arany! Hot damn! Na jó. Viszont így most azt kell csinálnunk, hogy haza kell térnünk Trexakamba. Vagy hova? Látok, először átállítom full speedre, és úgy ki tudunk jönni talán. Igen. Ez nagyon sok pénz. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Mazdamundi szintet lépett, azt mondjuk megcsináljuk, aztán elmagyarázom, illetve elmesélem, hogy mi történt abban a részben, amit nem láthattatok. Armor of Fortune. Kriterius Kész, ez common, ez az Armor of Fortune, ez uncommon. Akkor odaadjuk valaki másnak. Nem Taxinnak, Tanvendrinek talán uradhatjuk. Jó. Oké,
Spoiler volt ott, de nem baj. Ugye Mazda Mundival akartam szintet lépni. És Mazda Mundi megkaphatná ezt az lakot, ami egy mount, és nagyon jól néz ki. Telekinézis. Protection of the old ones. Hol vannak ezek a nagyon királyvarázslatai nekik? Vagy neki? Transcend healing. Mivel mindig beküldöm a közepébe a csatának, ezért lehet, hogy ezt kéne beadni neki. A mountot. Csomó extra statot kapna. Range-et kapna. Ha jól látom, range-et kapna. Veszítene leadership-et, de szerintem ez teljesen rendben van. Jó, megkapta a kis mountját. Cool. Na, mi történt itt az előző részben? Hát, ha időrendben akarunk haladni, akkor az egyik az az, hogy... Ez gond. Ezt nem láttam, hogy a floating piramid felé közelít egy skaven sereg. Egy elég nagy skaven sereg. Ráálltam ugye itt az ostromra, a Trunkslá ostromára. Ez egyik, ami történt. És még mindig van belőle hátra 6 kör. Viszont most lehet, hogy megpróbáljuk elfoglalni. És hogyha elfoglaljuk, akkor megköthetjük a békét talán a skavenökkel, és akkor nem fel kell foglalni a floating piramidot. Tőlük már igazából csak Trunkslá kell. Ugyanis az előző részben néztük a climate suitability-t, és ugye valószínűleg itt még vannak skavenök, meg valószínűleg itt vannak skavenök, de egyelőre ide nem akarunk lejönni, hiszen ez nem jó klíma nekünk, itt pedig hát még ott egyelőre nem látunk semmit, úgyhogy az lenne a cél, hogy véget vetni a háborúnak ezen a fronton, és aztán mindenkit el tudunk hozni ide. Mazda Mundival itt elkészítettük a Temple of Trankant, vagyis hát ugye az visszaépítettük, és a másik, amit csináltunk, az pedig az volt, hogy elindultunk a parton Poxmarsh felé, hogy bevegyük, és az volt a terv, hogy bevesszük Poxmarshot és The Awakeninget, és utána pedig Slanhope-ökre fogunk menni, ahova megy majd az a sereg, meg az a sereg, ugyanis kiderült, hogy itt egy elég nagy sereg állomáshozik, és ezek elég erősek, mert egyszer rám támadtak, és el kellett menekülnöm a másik egységemmel, a másik hadseregemmel. Mert hogy amúgy viszont teljesen simán elfoglaltuk Xauteket, sikerült megvívni a csatát gond nélkül, tényleg nagyon egyszerű csata volt, lejátszottam, de igazából nem maradtatok le semmiről. Közben azért téged elindítanak délnek a biztonság kedvéért. Mi történt még a nagy térképen? Hát először is eljött az Age of Discovery, ami azt jelenti, hogy elvileg most már tudunk az összes hajós nemzetről. A másik pedig, hogy itt történt egy kis konfederáció, úgyhogy most már konfederálódott a Cult of Pleasure, és megette azt, akik itt voltak, vámpírok, vagy Dark Elfek, úgyhogy ez is történt. És jelenleg így nézünk ki, és igen, ez a hosszú távú terv. Nem, ez a rövid, közepesen rövid távú terv. Illetve még van két csata, amik így megjelentek nekem a logban, hogy jó lenne őket lejátszani. Az mind a kettő skavenök ellen van. Viszont ezek először végeznek akkor a háborúimmal. És az a terv, hogy itt mindent befoglalunk, és utána megvívjuk a mondott csatákat. Úgyhogy most kezdjünk neki az építkezésnek. Igazából egy dolgot építettem föl, azt hiszem, hogy a Shrine of Sotekben húztam föl 3-as szintűre, vagyis 2-es szintűre, ami, értitek, a kikötőt, és ennyi történt. Viszont most rengeteg pénzünk lett, és ezt most okosan el kell költeni. Látjátok, hogy a bevétel az finoman szólva is nem túl magas. Az egyik, amit például lehetne csinálni, hogy a Hexwatert felhúzni 5-ösre. Wow! Arra rámenne azért elég sok pénzünk, vagyis rá fog menni, mert ezt most el fogom csinálni. Income from all buildings plusz 50%-a plusz 45% helyett. Ez lesz bevétel, tehát ez így Army Ability, Gemetic Nexus, Local Armies, ha. Nine Construction Slogs. Oké. Szóval ezt mindenképpen megépítem, és szerintem az lenne a jó terv, hogy nagyrészt ezen a vonalon haladunk tovább, tehát maradunk annál, hogy a gazdasági épületeket építeni, nem ezt a Temple of the Old Ones-ot, akármennyire is jónak tűnik, hanem gazdaság, például itt felhúzni 3-asra kikötőt, ami 150 arany pluszt jelent. Spice. Nem feltétlenül értem egyébként, hogy működik ebben a játékban a kereskedelem, de majd utána fogok nézni, vagy valami ilyesmi. Itt most mi is van? Income from buildings, growth, public order. Igen, ez jó lesz nekem. Utána fogok nézni. A gazdaság kb. Minden játékban gondot okoz nekem. How does it work? 2600 arany, ugye ez is 80-ról 100-ra viszi fel a bevételünket, de akkor már ez... de ez rossz, ez hülyeség.
Ez nem kell, ez szintén nem kell, legalábbis jelenleg. Igen, ezt felhúzom 4-esre. Xauteket felhúzhatjuk 2-esre. Ugye az azért jó, mert public order-t ad, és a public order-ről most nem vagyunk itt túlságosan jól elengedve. Finoman szólva sem. Ez mit ad? Temple of the Old Ones ez is. Ez public order plusz 10, itt már van egy plusz 3-as public order, szóval annyira nem para. Megépíthetnénk ezt, ami adna Temple Guardokat, és Source Scar Veteran-t, ami nem rossz, azért. Neked hogy lehet kikötő? Ja, Temple of Kara, oké. Okay. A Temple of Kara-nak van kikötője, it's fine. Temple of Kara-t is felhúzzuk egyel. Ezek igencsak meg fogják dobni a bevételt, plusz ugye adnak public order-t, úgyhogy én mindig ezekkel megyek első körben, hogyha lehetséges. Illetve... a kikötő. Kikötő nagyon sok pénzt hoz, és a növekedést is segíti. Tehát már csak azért sem rossz. Income from all buildings, all regions in this province, plusz 10. Hát, ez is jónak tűnik. Plusz a Monument of the Mint felhúzzuk 3-asra. Ezzel is kötöttük minden pénzünket. Egyesek szerint lehet, hogy jobb lett volna, hogy a hadsereget képzek belőle. De én nem értek egyet ezekkel a szavakkal. Úgyhogy most viszont támadni fogunk. Tudsz valamit csinálni? Nem. Elküldtelek arra, mert hogy for reasons. 146 a bevételünk. Ja, para. Szóval elküldtem arra, mert úgy gondoltam, hogy ott lesz rá szükség. És itt tényleg nem nagyon tud mit csinálni, hiszen az összes minden action, amit tudna csinálni, az pénzbe kerül, aminek nincsen. Úgyhogy most viszont rátámadok. Ugye nálam van az előny. A játék szerint még hozzá tudom adni ezt a bannert. Passive ability-nek ok, hozzáadjuk nekik. Tessék, ezt csapassuk. Nyilván mentek előtte egyet, de szerintem ez nem kell, hogy gondot jelentsen. Wow, nem semmi. És ugye ezt a csatát azért vívjuk, hogy véget vessünk a háborúnak, szóval yay. Kik a távolságiak? Hát sok nincsen, 2 van. 2 távolsági arcosom van. Hát jó. Hozzuk őket ki egyelőre. Vagyis egyelőre. Így ezek a lovasok, ezek hasznosak lehetnek, viszont a szélekre kell őket rakni. Igen, ez egy normális sereg. Ugye itt a vízben azt hiszem az van, hogy keveset, illetve lassabban mozognak. Ez is lovas, ez is lovas. A lovasokat lehet, hogy nem erre a szányra kéne rakni, hanem a szárazföldi oldalra. Ezek mind lovasok? És egyik sem távolsági. Oké! Okay. Ide rakhatnánk, actually, egy Spearman-t. Itt van Spear Infantry a szélekre. Jó, hogy már van ott egy Spear Infantry. Akkor csak ezt kell megcserélni ezzel. Nem tudom, hogy támadnunk kell-e. Ugye, az a baj, hogy a másik kampányt, az állj már meg! Szóval azt a kampányt, amit most tolok párhuzamosan, a törpökkel, azt eléggé, a törpökkel ugye úgy érdemes harcolni, hogy várod, hogy megtámadjanak. Ha ostromolsz, akkor is várod, hogy támadjanak. A várakozás a legjobb módszer az a törpökkel, mert semmi nem megy át rajtuk kb. Most viszont valószínűleg a Lizardmennekkel az lenne a jó taktika, hogy támadjunk. Azért egyet átrakok a másik oldalra. Igaz, hogy itt víz van, meg mit tudom én, ugye ez víz? Igen. De jó lesz az itt, hogyha tud flankelni. És az a kérdés, hogy most így megvárjam, hogy megtámadjanak, vagy így intézzem magamnak a dolgot. De az előbbi csatában láttátok, hogy jobb volt kitámadni, és lehet, hogy most is majd, hát majd eldől, hogy mi lesz. Jaj, de szép városotok van nektek. It would be a shame if something happened to it. Hűha. Oké, hát a Skavenök támadnak. A Skavenök eléggé híresek arról, hogy szeretnek támadni. És jön az utánpótlás is, ha minden igaz, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez már az utánpótlás. Igen, ez az utánpótlás, ez a város védelme. És úgy látom, itt akarnak támadni elsősorban. Ami kapcsán én azt mondom, hogy hát nem ideális. Nem kéne, hogy megtaláljanak minket. A lovasságot csak így megtalálják. Mi lenne, hogyha kiküldeném ezt a lovasságot? Valószínűleg az arcunkba kapnánk jó sok rossz dolgot. Rengetegen vannak a Skavenök, de hát igazából a Skavenöknek ez a gimmickjük, hogy ők nagyon-nagyon sokan vannak. És
Nem kell, hogy gondot okozzon. Hát ez mondjuk megint más kérdés, ez a mikor ránk spawnolnak. De szerencsére pont oda jöttek, ahova szerettem volna. Úgyhogy nem fognak nagy sebzést okozni. Yep. Ez ennyi volt. Na, mit csinálnak a skavenök? Ez a kérdés. Támadnak? Védekeznek? Őszintén nem tudnánk így megtámadni? Csak egy kis skirmiseléssel? Tudom, hogy nagyon lassúak leszünk. Ah, és van még egy ilyen egység itt. De ez szerintem jó lehet. Ez jó lehet, ez jó lehet. Lehet, hogy veszítünk pár egységet a folyamatban. Ez egy olyan áldozat, amit hajlandó vagyok meghozni. Szóval úgy látom, hogy ők nagyrészt innen fognak támadni. Hát persze, hogy spawnolt oda egy ellenség. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha ide felsorakoznánk. Itt a lovasságot kidobjuk a szélre, hiszen most már itt lesz a szél. Nem ott, ahol eddig volt. És mindenkit át kéne hozni egyébként. Mindenkit kivéve téged. Át kéne hozni ide. Kinda. Uff. Szép így. Oké, akkor titeket is otthon hagyunk. Tudom, ott ütik az embereimet. Mindjárt intézkedem. Gyertek át ide. Ezzel akár meg is támadhatjuk, ott van egy Spear Infantry. Akkor mi lenne, ha nem? Ott van egy Missile Infantry. Ez egy Missile Infantry. It's fine. Úgy látom, sikerül meg futamítani ott az egységet, és ez azt jelenti, hogy ott ezzel hátra kell jönnünk, de nagyon-nagyon sürgősen visszavonulót kell fújnunk. Itt a csatát megnyertük, úgyhogy ti is csatlakozhattok a buliba. Remélem sikerül így felállnia mindenkinek. Úgy tűnik, hogy nem. Oké. Okay. Ezeket beküldöm. Ha azt mondjuk beküldöm oda. Csak azért, hogy kicsit megzavarjuk a soraikat. Jó, hát akkor támadunk. Engem érdekel már. A szed érdekel? Nem érdekel. Ti is lőttök. Azok a kicsit beszorultak, az tény. A lovasság kicsit beszorult. Hát ezt a lovasságot kicsit elveszítjük. Nem tudom nekik azt mondani, hogy meneküljenek. Mármint elvileg tudnám, azt hiszem ezzel. Hol van? Ezzel. Withdraw. És akkor ők így túlélik a csatát. De lehet elmenekülnek ezek maguktól is. Őket kicsit így megtalálta az élet. Tehát nekik így alapvetően nem jó. Maradjunk ennyiben. Itt a Spear Infantry, viszont az egyiket kivonhatjuk és rátámadhatunk oda. Ki nem harcol még? A hőseink nem harcolnak. Cool. Ti harcoltok? Ti sem harcoltok? Jó, akkor ti meg bementek oda. Ti sem harcoltok? Ja igen, mert titek... Aha. Próbáltok megharcolni, Leci? Gyertek ki! Ti meg gyertek ki! Gyertek ki! Gyertek ki! Gyertek ki! Leci! 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 Hát, ha ki tudjuk őket még menteni. Isten, ilyen kaotikus szart, mint ez a csata. Jó, itt van egy egység, ami nem harcol. Nagyszerű. Hármint tényleg jó, az oda küldjük, elzavarjuk őket, aztán pedig vissza. Valaki használta az ammót, ami azt jelenti, hogy átváltott közelharci módba. És ide fog jönni közelharcolni. Oké, kimentettük az egységeinket, ez mindenképpen öröm. Át kéne menni kicsit erre az oldalra. Mert itt vannak a para dolgok igazából most. Hol van a lovasság? Itt van, visszajön, megmenti a napot. Csak nem ott, hanem... kinda itt. Illetve ezt a lovasságot is tudjuk használni egy gyors flankingre talán. Az a para, hogy itt igazából mindenhol nyerjük a csatát, csak itt eléggé szépen összeálltak. Neked ide kéne jönnöd, ami azt illeti. Hol a másik? Úgyhogy látom, hogy mindenki visszavonul.
Ami azt jelenti, hogy nekem nem kell, hogy itt kövessem őket. Mármint tudom, hogy nem visszavonulnak, csak elmenekülnek. De amúgy actually bele tudjuk őket futtatni a Cold One Spear Rider-öknek a karjába. Ami zseniális ötlet. Cold One szokat átdobjuk ide, közben át fókuszáljuk a csatát ide. Erre a szányra. Illetve használjuk megint ezt a cavalry-t. Oda csapunk, aztán visszajövünk. Nem, jobb ötletem van. Ide, ide, és aztán ide. Elhasználta az ammót, akkor viszont mehet a frontál assault. Isten, mennyi Skaven-t. Jó ég! A gép se bírja. Csórikáim! De nagyon jól küzdenek az egységeim. Ezt meg kell hagyni. Gyere ide harcolni. Te gyere oda harcolni, te gyere ide. Victory is in our grasp, because of course it is. Te lovasságot kicsit megtalálták. Ki kell őket menteni onnan, mielőtt megjelennek a spearmenek. Ez itt nagyjából rendben lesz ez a csata. És ez a része a csatának. Ott is nem sokára jól leszünk. Itt is nyerjük. Egyre több groundot nyerünk. Itt ezeket kéne még megtörni. Nyomj egy ilyen izét. Meg, te meg. Te hol vagy? Itt csámborog valamerre. Oké, lovasság. Ki nem adta még fel? Mindenki feladta, úgy látom. Az kiüldözik a világból, még esetleg meg próbáltad megölni őket. De igazából már csak itt zajlik a csata, illetve itt egy picit még. És sajnos nem vettem észre, hogy nagyon lőnek. Vagyis úgy látom, ezek ilyen gránátosok. Röfögnek. Jut. Persze. Mindenki gangsz, ami meg nem jelenik a dombon a dinoszaurusz gyík. Dinoszaurusz halál. Oké, nyertünk. Vége. Vége! Miénk a város! Hát ebben a csodában nem segített minket a topográfia, de így is igazából csak 271 aranyat vesztettünk, ami tök jó. És egy csomó mindent... Aranyat? Azt mondtam aranyat. 271 embert vesztettünk, és kaptunk egy csomó aranyat. Ezt akartam mondani. Enemies capture 479, ami azt jelenti, hogy a küldetés is meg lesz, amit kiadtak nekünk. És elfoglaljuk a várost. Province secured. The creeping jungle. Legjobb! Mission successful. Még 500 forint. Mission successful. Blessed Ponings. Blessed King Skirmishers. Enemy killed in battle. És akkor ide kérek nagyon sürgősen egy public order. Csak public order-eset tudok, para. Public order-eset kérek. És akkor most így nézünk ki. Hát igazából nem olyan rossz. Van egy kis Skaven Corruption, egy elég kevés alacsony az Untainted, de nem rossz. Vampiric Corruption pedig nincs. És akkor itt van, úgy látom, hogy Spectazuma. Biztos vagy benne, hogy Spectazumában is élnek ezek a rohadékok, ezek a zöld görcsök. Viszont most a Floating Pyramid megóvás érdekében megpróbálok békét kötni velük. Peace Treaty. És, ja. Adjál pénzt esetleg. Mert most eléggé szarban vannak, szóval szerintem... Szerintem adnak pénzt is. Success Low. Na. Nem akarok greedy lenni. Success High. Oké. Okay. Success moderat. Cool. Na hát megkötöttük a békét. Majd második körben, hogyha kicsit gyógyulunk, akkor eljövünk a Wellspring of Eternity, bejövünk a Spectazumába, és szétcsapunk köztük. De most nagyobb problémánk van a vámpírok képében, úgyhogy először majd velük kell valamit kezdeni, és utána mehetünk. Nem is ezt. Hanem inkább Armor Plus-ét. Szóval utána mehetünk majd a másik helyre. Igen, úgy persze mondhatod, hogy nem tudtam, hogy mi volt az eleje. Tehát
legyőzzük itt, most azt a hadsereget, amint meggyógyul, átdobjuk ide, együtt a Xauteki hadsereggel is beállunk ide, illetve majd valamikor a Mazdamonit is használjuk, de egyenre megpróbáljuk majd ezzel a két sereggel bevenni Xalupeket, és utána pedig ugye kettőre hoztani idő Awakening felé és a Poxmars felé menni tovább. Most ez lesz itt a nagy kérdés, hogy ezt a csatát sikerül-e megnyerni, illetve jól nyerni, I guess. És utána meglátjuk a többit. Még valamit építenék, a gazdaságot helyrehozandó. Bár az is igaz, hogy... amit még lehetne csinálni, az az, hogy építeni olyan épületeket itt, nem is itt, itt, The Creeping Jungle-ben, ami ad nekünk különböző harcosokat. Tehát, hogy ne kell már hazamenni a lovasságért, meg ilyesmi. Code One Caves. Igen, ezt nem lehet, még nem vagyunk hármas szintűek. Ide viszont lehetne. Ide simán lehetne egy Code One Caves-et építeni, ami nem ártan egyébként Mazdamundinak, meg Terradon Riders. Csak akkor Mazdamundit ugye ide kell visszahozni, hiszen most ő ide fog jönni, Temple of Telkamba. És ott nem tud venni, nem tudna venni. Mindegy, azt akarom ezzel csak mondani, hogy itt nem a gazdaságot fogjuk most erősíteni, hanem a hadsereg építésének a lehetőségeit. Csak nem Code One Cave-vel, mert azt majd ide fogjuk, hogyha ez hármas szintű lesz, hanem egy olyanra, amit fel is lehet upgrade-elni, mondjuk ezt. Úgy sincsenek Terradon harcosaink. Ennyire király lesz, hogyha lesznek. Ez egyik, a másik pedig, itt viszont Tlanxlába, ha már meglett, szeretnék kérni egy... egy ilyet kéne. Reclaim Tunnels. Csak arra nincsen slot. Akkor egyenlőre építsük meg ide. Reclaim Tunnels. És így... 8 kör még elkészül, ami para. Vagy majd 4 kör múlva építsük meg ide. Ugye az a baj, hogy ez... nem, tehát ez egy hármas szintű épület, nem tovább fejleszthető. Egy olyan helyre elhasználni slotot, ami, ami 4-es vagy 5-ös szintű épületeket is tudna tartani, azt hiszem pazarlás, ezért inkább ide kéne majd. Úgyhogy ha majd ez elkészül, akkor ide lerakunk egy ilyen reclaim tunnelt, hogy megtaláljuk az Ender City-ket esetleg. Vagy addig ide ledobjuk? Itt ugye nem készül jelenleg. Ilyesmi. És azért ez is elég közel van a Skaven területekhez. Jó, akkor ide kérek addig egy reclaim tunnelst. Jó, ennyi volt ez a mai epizód, köszönöm szépen a figyelmet, elnézést a kimaradt részért, nem történt semmi érdekes igazából. Majd ha eszembe jut, hogy mégis mi, akkor majd szólok. Köszi a figyelmet, találkozunk jövő héten, sziasztok!